Ahogy mindenkinek, Hájra vagyok, és a mai Heroes of the Storm videónkban Vallával fogunk játszani, aki az egyik kedvenc ranged assassinom az egész játékban, ez az ő master skinje. Szerintem totál szexi, és most hazudtam nektek, mert ez nem a master skin. Ez a Valla master skin. Ez a Vampire Slayer Vallada. What? Vampire Slayer Valla. Ami szerintem attól még ugyanolyan totál tök szexi. És jó volt az első karakter, akit 10-es szintre felvittünk, majd utána Sylvanas. És szerintem a következő, hát az nekem úgy tűnik, hogy vagy Sonya lesz, vagy Rexxar. Egyszerre tudom. Oké, menjünk. Ó, belebeszéltem a cuccokba. I stand ready. Nos, hölgyeim és uraim, ma a Black Hearts Bay pályán fogunk játszani, az ellenség csapata pedig Illidan, Murky, Lunara, Troll és Sergeant Hammer, a mi csapatunk pedig Valla, Kerrigan, Murky, Butcher és Sylvanas. Oké? Okay. Kicsit úgy néz ki a dolog szerintem, hogy ők erősebbek, de meglátjuk, mit hoz a játék maga. Nos, akkor itt is vagyunk a Black Hearts B pályáján. Pályán. Szerintem igen szexi. Ez a Valla, ahogy így. Mi a baj a kezednek, Valla, Istenem? A jobb kezének. Mi ez? Oké. Okay. Vallával csináltuk az első videónkat, és akkor legjobb tudomásom szerint egy cool buildet csináltunk. Most egy autóatakosat fogunk, legalábbis az lesz a cél. Főleg, hogy az ellenség csapata nem tud vakítani, szóval ilyen problémáink nincsenek. Ezért az első szinten a rankort fogjuk felvenni. Ami ugyebár a trétünk lehet, a trétünk a hatred, minden autóatak egy darab hatred stacket nyom, összesen 10x jemör ki. És 2% sebzést, valamint 1% mozgást szerzünk minden egyes stack után, ugye most tűnt el. Pont most tűnt el. És ezt megváltoztattuk arra, hogy gyorsabban sebezzünk. Oké, ez egy döntetlen volt totál. Gyorsabban is sebezzünk, szóval igen szép adag sebzéseket ki fogunk tudni majd nyomni a meccs végére. Oké, nagyszerű. Valakúja, Hungering Arrow, kilövünk egy nyilat, ami összesen tudtam ma 3. Oké, okay, meghalt. Hoppá, Lunara. Lunara drága. Au, nehogy már segíts! Oké, okay, meghaltam. Nem vagyok mérkez, nem tudok mit csinálni. Csak nem érek el! Odaértem időben, ez valami csalás volt, ez valami next gen csalás volt. Szóval, a Kung Hungering Arrow kilövünk egy nyilat, egy egyenes vonalban, és az 181 sebzést nyom az első ellenségnek, akik telt alá, valamint még 2 másik ellenséget is megkeres magának gyakorlatilag. Nem muszáj tökéletes skillset legyen. Ha egy picikét mellé lövünk, nem olyan nagy probléma. Ho, hello! El kéne ugrani. Igen, a dupla vénk egy kúp alakú. Oké, okay, megint meg fog halni. Aha, megint meghaltam. Oké. Okay. Oké. Okay. Jó van akkor. Lunara poison. Oké. Okay. Szóval a dupla vénk egy multisat. Kú alakú sebzés. Kú alakú. Mi? Kúp alakú sebzés. Az ég pedig falt lényegében egy irányba el tudunk ugrani. És ennyi. Ez a lényege, ez a fő lényege. A képességnek. Nagyon jól el lehet menekülni vele. Nagyon jól be lehet ugrani vele, hogyha arra van szükség. Szia, Murky. Viszlát, Murky.
Negyedik szinten. Negyedik szinten a Manticore fogjuk felvenni. Minden autóattack, minden harmadik autóattack ugyanaz ellen a célpont ellen extra, extra 50% sebzést ad, ami össze tud gyűlni, hogyha csak jóklikkelünk valakire, például Sergeant Hammerre, akkor az totál össze tud gyűlni. Ő nincs itt Murkynek a tojása. Nem mondjuk én se tenném ide. Hogyha én lennék Murky. Illetve hogy a tornyok ellen is nézzetek meg. 138, 138, 196. És ez össze tud gyűlni. Ez mindenképp össze tud gyűlni. A meccs folyamán. Kész szorinak annyi. Menjünk haza egy kis manáját, és akkor minden rendben lesz. Jó van. A legtöbb siege damage a miénk, tessék. Tessék, és hogyha engem nem zavarnak itt boton, amit persze nem fogok bánni, akkor totál leszedjük a másik tornyot is, gond nélkül. Minden megtörténjenek dolgok nyugodtan. Igazából lehet, hogy olyat mondja, tudtam valamit csinálni, de mit ugyanakkor, mint Mölk annyira nem izgat, még nincs oktogrebje, szóval csak úgy elsétálhatok. Hoppá, érdem viszont már problémás. Oké, de itt van Eden is, jobb lesz, hogyha visszamegyünk. Hetedik szinten, régebben 5 percitre mentem, gond nélkül. Illetve bocsánat, meggondolás nélkül. Viszont szerintem jobb a Caltrops, jobban tudunk menekülni vele. 6 percit, hogyha maximum van a hétedünk, ami igazából ritkán van. De hogyha maximum lenne, akkor 20% sebességbónuszt ad, mert nem csak 10-et. Viszont mivel ez kevés alkalommal, az kevés alkalommal érjük el, igazából nincs ilyen sok értelme szerintem. Hey, Siatra! Hogy érzed magad? Majd ödni már egy napot, mert meg fogsz halni. Drága Tra, és persze én is, mert ott volt Lunara a háttérben. Viszont jön Butcher, a Rutus Unslaughter és Total. Total Lunara meghalt. Ami tök jó, sőt, Sergeant Hammer kicsik a problémában, ám bár el fog tudni a Thrusterével menekülni. De semmi gond. Van elegendő coinunk, megyek Sylvanashoz. Megyek Sylvanashoz. Sylvanas, kérek szépen, ne hajj meg. Könyörgöm, Sylvanas. Él túl. Nagyszerű, gyönyörű. Gyönyörű, már csak 3 coinra van szükségünk. Mindjárt itt, én is itt vagyok. Tra, hello, 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 hello. Jobb, Kilidenre masszívan. Iriden, meghalt, nagyszerű Hammer, bocsánat, nem is Hammer halt meg, ki a fene halt meg. Hello? Hello? Damn, son! Ezt meg kéne szerezni, ezt. Ezt. Szerintem ezt. Delp. Ezt, Kerigen. Kerigen, pengé királynője, kérlek. Kérlek szépen, szerezzük meg. Nagyszerű. Jó van, 10. szinten, bár már annak ellenére, hogy azt hiszem, hogy utoljára is ezt vettük fel, most is ezt fogjuk felvenni. Ugye volt már egy jó pár hónapja, amikor valláztunk, Istenem már, mégpedig nem mást, mint a Strafe-et, valószínűleg megéri. Hát csak hányan tudnak stunolni minket az ellenség csapatától? Tra... szerintem szinte senki. És ez Strafe sokkal jobb lesz majd... Hoppá! Itt errefele. Oké, okay, Strafe be! És Rectus mindenkinek. Ennyi az egész. Ennyi volt az egész. Jó van. Botot lerendezitek gond nélkül. Én eddig ezt beteszem. Utána megyek most már én is. És Murky? Murky pusol. Murky pusol topon, mint állat, mint hogy eddig is pusol. Szia Sergeant Hammer, szerintem én jobban tudok sebezni, mint te. Sajnos nem eléggé jó. Oké, okay, Murky meghalt. Ezt szerezzük már meg, srácok, nem? Butcher jössz? Butcher, az fájhatott. De... Butcher, neked ez nem okozhat gondot. Butcher's Brand. Ahol mondom, Butcher's Brand. Nehogy már meghaj! A Siege Minion-tól Istenem már. Oké, okay, Hunt! Oké, okay, jött a Hunt. Ez gáz. Ez elég nagy gáz. Sylvanas is meg fog halni, 3-an vannak. Egy ellen viszont...
majdnem meghalt Illidan is. Oké, okay, szóval Hunt Sundering a Torwood Vines, BFG és Octograb. Oké. Okay. Visszavonok mindent az ellenség csapata, igen, csak jól tud stunolni. Viszont nálunk van ugyebár a Wailing Arrow, természetesen Lamb to the Slaughter, Omega Storm, valamint az Octograb. Miért tudom? Ja, Omega Storm az utolsó szinten, igen. Oké. Okay. Gyere, ezt tanul meg! Ezt tanul meg, Tra! Oh fuck! Oh fuck! Ah! Oh. Semmi bőtt ez az Illidan Hunt. Ez az Illidan Hunt problémákat fog nekünk okozni mindenképp. A Sylvanas ott meghalt, és Butcher is meg fog halni. Igen. Ez az Illidan, az problémás lesz mindenképp. Az... mindenki problémás lesz. Nem tudom, észrevettétek-e? Játék bugos. Például Blackheart kétszer tol szövegeket. Ugye? Jó van. 13. szinten a Tempered by Discipline-t fogjuk felvenni, amikor elérjük a 10-es, ott egy hunt kiment, egy hunt valahol. Istenem, ne halljatok meg! Léci! Oké, okay, köszönöm. Amikor elértük a 10-es szintű hétredet. Oké. Okay. Oké. Okay. Nem? Nope. Elbasztod a stunt-ot, a stunt-ot elbasztod, Tra! Együtt tudsz-e vele érni? Élni. Oké. Okay. Amikor elérjük a 10-es szintű hétredet, amit el fogok mondani előbb-utóbb, akkor auto-attack-okat, akkor egy új stack-et kezdünk el gyűjteni, amiből minden auto-attack-unk ugyebár healálni fog minket. Oh fuck. Azt a netpicsáját. Oké. Okay. Oké, okay, ez közel volt. De semmi baj. Semmi gond. Így valla igazán szépen tud például Merc campeket is szerezni. Mivel hogy előbb-utóbb elérjük azt a szintet, amikor healerünk, amikor szépen healerünk. Na most, hogyha felvettük volna 4-es szinten a Vampiric Assault-ot, akkor még többet tudtunk volna healerni, de most 27-tél healerünk. Nem teljes az én, nem teljes stack-em. De... Akkor még többet volna a healerésünk, és az ugye sokat számít. Sokat számíthat. Hello, viszlát. Oké. Okay. Meg kell Illidanra fókuszálni. Sikerült is. Ulti! Get Rectus! Oh fuck, meg fogok halni. Itt a pénzem, itt van mindenem. Meghaltam. Mondjuk lehet, hogy vissza... Nincs már itt a kút. Kár. 16. szinten legtöbb szerintem a Blood for Blood lenne. De lássuk csak, tudunk kell lassítani. Mörki tud lassítani. Butcher tud lassítani, Sylvanas... Nem tudom, hogy igazából Sylvanas passzívja számít-e az Executionerhez, azt nem tudom. Szóval elméletileg jól állnánk belőle, jól jönnék ki belőle, viszont mivel nincs healerünk, szerintem a Blood for Blood totál jó lesz. Mert ott lement egy hunt, Omega Storm, azért Kaigen erre nem vagy képes, tehát akár hogy nézzük, erre nem vagy képes. Jövök én is, de hát Istenem. Igen. Jobb ötlet, hogyha ezt próbáljuk megszerezni. Inkább. És nem úgy próbáljuk, hanem meg is szerezzük természetesen. Oké, okay, ott... Nem! Ott Murky! Murky a hős, akit Gotham megérdemel. Totál nem hagyja azt, hogy törni ne érjenek, ami tök jó. Ezért Butchernek nem kellett volna bemennie. Azt tudom igazából, hogy mit törni ne érjenek. Itt valami bug van? Vagy itt mi a helyzet? Oké, okay, Murky, én nem megyek oda be, hanem baj. Mondjuk ott van Sylvanas, és akkor talán hátba tudom őket támadni. Nem Lunara, nem! Oh fuck. Oké, okay, Blood for Blood. Be kellett venni az útit. Ez lett volna legtutibb. Sajnos a csapat többi tagja kapcsolat, sajnos jött Hammer és jött Illidan is. Hoppátra!
talán kis problémában, viszont a Murky Combo szerintem már kívül van. Úgy bizony, a pengék kielének ez egyáltalán nem fájt egy csöppet sem, és gond nélkül, hoppá, el tudnak menekülni. Színász kis problémában, BFG-s, hát szerencsére nem talált. Oké, okay. Hammer meghalt. Hammer meghalt. Ildenek van 4 coinja. Az nem elég nekik. Az totál nem elég nekik. Ugye előnyünk van, ne felejtsük el. Ezt most szerettük meg nemrég, és ez még pusol nekünk, mint állat. Szóval ezt ne felejtjük el, hogy előnyünk van. Meg az, hogy a jelszó az, hogy halál a májra. Hoppá! Trout problémában van mindenképp, és nem is tud elmenekülni, hogyha Kerrigan ilyen nagyszerűen vissza tudja húzni. Királyság. Szia, Eriden. Szia, hello. Oké, okay, mindenféle stunok. Stunok, bocsánat. Voltok, meg hasonlók, de igazából, mivel elrontottam a skillshotot, nem ér még annyira tovább üldözni. Ez kicsit fájni fog Kerrigan, de nem olyan nagyon. Ne aggódj. Meg hogy Murky viszont beteszi a dolgokat, közben Lunára meghalt valamelyre a pályán, igazából észre se vettem. Szia, Murky! Megint találkozunk? Milyen király? Mondtam az előző epizódunkban is, lehet, hogy ugyanez a Murky volt benne, vagy valamelyik másik. Ha valaki Murkyvel játszik azért, mert kevés XP-t kapsz, adsz, hogyha meghalsz, azért még nem jó az, hogyha meghalsz. Mert az is XP. Oké, akkor ezt szerezzük meg. Akkor ezt mindenképp most szerezzük meg. És ezt pedig nekünk pusolni fog boton. Mondjuk van ellen push, de nem probléma. Nem probléma, nem gáz. Ugye mi sokkal jobban állunk, tehát ezt ne felejtjük el, hogy mi sokkal jobban állunk épületek szempontjából, mint ők. Olyan a hunt valakire. Igen nagy problémában van. Mert mindenféle út kijött, most ha mehet az enyém is gond nélkül, és nem fog senki sem meghalni tőlünk. Mégpedig annyira nem, hogy az ellenség... Ah! Nem, jön az Octocrab, készüljük az Octocrabra. Szia, Blood for Blood! Fuck you! Ah! Túl nagy a sebzés, Butcher! Ah! Az összes coin! Nem, fuck you, Hammer, fuck you! Hello, viszlát! Oké. Okay. Igen, itt így problémába kerültünk egy picikét. De, miden már nincs kép. És az fontos. Mert ugye jönnek azok a csodálatos katapultok. Mit folyamatosan pusolva lesz. Top is elég szarul áll egy kicsikét. Szóval az előny megvan. Most valószínűleg törnélni fognak, és hát lesz is, igen, lesz egy bombázásuk, az mindenképp. De annyi probléma legyen. Ugye a top még rendben van. Ebben legalább kell, hogy 4-5 elgyugoljó, ha nem több, szerintem. Valamiért nem kell aggódni. Megrettél scoutolva, Murky. Istenem, miért? Húst az életedért! Jön a hunt! Azért 2 út itt talán nem kellett volna elnyomni rá. Mondjuk 6 coin. Ja, ez elég sok. 6 coin az elég sok. Amúgy ez eddig 3. Meg még 3. Igaz, jövök én is, jövök. Oké, mindenféle stunok és dolgok. Lehettem rootolva, de az csak root, az nem stun. Fontos tudni. Ilyet. Boss, menjünk bossra. Mert rengeteg időnk van. Még az összes idő, nem is tudják, hogy itt vagyunk. Bár hogyha nem síkhelyék és valószínűleg nem azok, akkor tudni fogják, hogy ide jöttünk. De ugye 20. szinten Nexus Frenzy-t vettük fel. Szerintem már elégszer láttátok azt, hogy tudjátok, hogy mit csinál. Nem egy nagy ördöngőség. Viszont ezzel pusztítani fogunk. Nézzetek meg. 2,25-ös az attack per szekündünk, ami szekundunk, ami rengeteg. Gyakorlatilag a legtöbb. Szerintem Butchernek nincs ennyi, mikor maximum van neki a Blood Frenzy-s abatoros stackje. Szerintem nincs ennyi a Butchernek se. Oké. Turninálni fogunk? Turninálni?
Igazából 6 coin az 6 coin, ez nem olyan rossz. És most úgyis toppal foglalkoznak. Ezt meg tudjuk szerezni. Ezt totál meg tudjuk szerezni, mert a toppal kell foglalkozzanak. Boss nem jutott sokra, mivel hogy mindenki oda ment, amit nagyon jól tették, remek gondolat volt a részükről. Mi pedig hírelődünk, ne feledjük el, hogy hírelődünk. Oké, Kerigennél majdnem van elég coin. Hoppá, Seattle! Hello! Oké, jön rám a stun, semmi baj. Blood for blood. Viszont üldöznek engem továbbra is. Butcher jön. Butcher támad, Butcher sebez. És sajnos nem halt meg az ellenség Ildenje. Ami nagyon érdekes dolog. Viszont Hammer meg fog halni. És most csak Kerigen maradt életben. Mivel hogy meghalt Murky is. Mondjuk Murky csak Murky. Az nem nagy probléma. Mi Murkyk már vissza is jött. Nem egy jó trade. Kerigen, menj, Kerigen. Yes! Penge királynője! Nagyszerű, már csak be kell rakja a konyait, és nem kell meghaljon közben. És akkor rendben lesz. Kerigen, nem. Ne. Vigyázni kéne a hántra. Hogy nehogy kijöjjön és meghaj. Megyek mindjárt, kitartás, Kerigen, kitartás! Ilden csak áll, Ilden áll és nézelődik. Oké, nincs elég coinunk ahhoz, hogy legyen még egy turnénünk, viszont hogyha lesz, akkor top nem maradt fent. Valószínűleg nem maradt már fent top. Jövünk, bár így igazából egy kicsikét késve, de semmi gond, semmi probléma. Kerigen már nincs sok mana, de nem probléma az. Szia Murky, viszlát Murky. Oké, ez erre figyelni kell, Iridenre mindenképp. Viszont én itt zónázok, hogy ne jöjjenek be. Oké, semmi baj, én meghalhatok. Meg is haltam, azt tuti. De hé, szereztünk egy bombázást, ami rengeteget tud segíteni szerintem. Bár két életbe került. De akkor is. Toppon már nem lesz többé kipjük, ami rengeteget számít. És hát bot még valamennyire egybe fog maradni. De nem nagyon. Tehát lehet, hogy... nem, bot azért még élni fog szépen. De mégsem olyan nagyon. Mondjuk, hogyha nagyon tudnák a dolgokat, akkor bepussolnának minden, mint állat. De nem fognak, hál' Istennek, csak Sergeant Hammer. Sergeant Hammert meg kéne ölni igazából. Sylvanas Butcher. Totál meg kéne ölni, mert nem lesz jó vége, mert meg fogja egyszerűen szerezni a dolgot. Sylvanas megy, Sylvanas támad. Hoppá, Sylvanasra megy a hunt! Please boltolj el, please, legyen boltod, légy szíves. Butcher meg fog halni. Mindenféle stun, meg octograb, szóval igen, nincs mit tenni. Ez egy érdekes meccs, ez mindenképp egy érdekes meccs. Ne hajj meg, kérlek szépen, Sylvanas, meg fogsz halni. Az isteni Sylvanas, tényleg meg kell tartani, ne hajj meg, szépen kértelek. Sose láttam, soha az életemben nem láttam még Blood for Bloodos, bocsánat, boltos Illidant. Oh, the Kerigen! The Kerigen though! Oké, csak egy root. Sajnos nem volt elég sebzésem. A strafe az meg lett nerfölve, nem is olyan rég. Amúgy most totál tudnának nyerni. A strafe meg lett nerfölve, nem is olyan rég. De nekem mégis ez a kedvencem. A kettő közül nekem mégis ez az út tetszik a jobban, viszont nagyszerű octograb, bizony meg fogja jönni az ellenség Illidenjét, és hogyha ugye Murky meghal, az nem akkora probléma, mint hogyha Illiden meghal. Oké, szóval nincs elég konyuk ahhoz, hogy törlineljenek, nekünk sincs. Viszont ha mi egyet törlinenünk, akkor már nyertünk. Itt, hogy írjak? Istenem. Ha egy törlint szerzünk, akkor nyertünk és kész, valószínűleg. Ami tök jó. Hogyha összedolgozunk, akkor minden rendben lesz. Ha egy csapatként járkálunk. Oké. Okay. Szerintem mit csinálok, boss-t?
szerintem amiért nem kell aggódni. De ha mégis boss csinálnának, hát Istenem, akkor boss csinálnak, nézzük meg. Lehet, hogy ott vannak, lehet, hogy nincsenek ott. Trall épjön felfele, akire totál rá tudunk támadni igazából. Ha Trall azt hiszi, hogy menő, akkor nagyon téved, mert nem az. Ott van Murky is meghalt, kész. Pufferfish megöljük, mielőtt fel tudna robbanni, hogy ne sebződjön Butcher, és akkor nyugodtan szerintem meg tudjuk szerezni ezt a Murkempet most már problémák nélkül. Hiszen Trall meghalt, az egyik fő damage-nek annyi. És ezzel kb. Nyertük. Illetve sajnos jönne, valamint jönnének a többiek is, amire figyelni kell. Lunara jön, Lunara akar csinálni valamit, küldte a Wispedet, Istenem, csak egy Wisp. Meg fogsz halni Lunara, kész, ennyi. A Hunt az jöhet, amint próbálkozhat vele a Hunt. De igazából nem számít sokat. Ezzel most be tudunk pusholni és tudunk nyerni. Ha elég okosan csináljuk, jön a és Pufferfish, azt sem jelent semmit. Az Omega Storm Kerrigantől pusztít sajnos csak Murlockokat, ami nem számít olyan sok ölésnek. Ez kicsit rasszistán hangzott. De ez az igazság. Most Trall vissza fog jönni, de az csak Trall. De miatt nem kell annyira aggódni. Hammer ott van. Jön mindenféle stun, aki mindenféle stunok kijöttek, szóval nyugodtan nyomjuk az ultinkat, és nézzenek oda, már is majdnem meghaltak ketten az ellenség csapatából, oké. Hammer engem céloz, erre figyelnünk kell, viszont nem számít semmit, mert nyertünk, mert a bosszal csodálatosan be tudtunk pusholni az ellenség bázisára, és nézzenek oda, hóemberek, hóember, hóember. Nagyszerű. Kíváncsi vagyok a statisztikámra, a statisztikáinkra, mivel nem nézegettem olyan sokat játék közben, és meg lett a Daily Questünk is. Ezt a videót pontosan az előző zagárás videó után vettem fel. Szóval statisztika szempontjából másik legtöbb sebzés, nem az egész játékban, hanem ugyebár a csapatban, a negyedik az egész játékban. Többet sebeztünk, mint Butcher. Mint Illidan, ami azért árulkodik erről arról. Igen, sokan meghaltunk a meccs alatt. Fel se tűnt. Viszont 14 ölés, 18 assist, az igen jó. A Kerrigan nagyon OP volt, tehát Kerrigan le a kalappal előtte tényleg. És ez volt az autátokos build, az autátokos valla build. Régebben a 7. szinten Battle Momentum volt, és sokkal többet tudott valla csinálni. Egyszerűen csak jobb klik, lement minden cooldown, újra kezdődött az egész, és egyszerűen csak úgy pusztított, de ezzel az autóatok build-el is igen szépen lehet sebezni, és ha tetszett a mai videó, akkor ne felejtsetek el dobni egy lájkot, mert ez rengeteget segít. Valamint, hogy hagyjatok a csatornám, én azt elmertek, hogy iratkozzatok fel, Rider voltam, hamarosan találkozunk, de addig is, játsz tovább!